Top Dog című előadásnak az évadvégi szériáját nyomjuk, ez most már a harmadik a hétből, úgyhogy hát évadvége van, de csináljuk, mert most van rá a legtöbb nézőnk. Tehát mindjárt vissza kell majd mennem egy 5 perc múlva. Hú, most nagyon szégyellem magam, mert én az utóbbi fél évben egyszerűen nem voltam képes olvasni semmi értelmes dolgot. Egyszerűen annál fogva, hogy annyira sok munkám volt a színházban, hogy gyakorlatilag csak azokat tudtam elolvasni, a híreket az interneten, amiket úgy nagyjából érdekelnek, illetve én mostanában azt szoktam, hogyha éppen valamint dolgozom, akkor ahhoz így hozzá olvasok esetleg ilyen különböző cikkeket. De mivel a legutolsó munkánk itt a Katonában, a Buvár és Pékusé című Flaubert regényből írt Dilettánsok című színdarab, most már, hogy túl vagyunk a bemutató sokján, tulajdonképpen kedvem támadt elolvasni ezt a regényt, ez egy regény adaptáció, és ami hát egy lehetetlen vállalkozás szerintem színpadra vinni. És nagyon kíváncsivá tett maga az adaptáció, hogy mi lehet a regény. Nekem ilyen nagyon meghatározó élményem az még diákkoromban volt a Mester és Margarita, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, mert ez elég komoly, vagy sikere van, azt hiszem, ennek a könyvnek, főleg így kamaszkorban, amikor az ember úgy ráeszmél a világra. Aztán szintén ilyen meghatározó könyvélményem volt a Kolostor regénye, az egy José Saramago könyv, ami sokkal kevésbé ismert, de nagyjából hasonló érzések vagy gondolatok születtek meg bennem, mint a Mester és Margaritánál. És az utolsó ilyen meghatározó élményem, de annak még nem bírtam a végére járni, az utolsó 50 oldal mondjuk hiányzik. Tehát, hogyha a Buvár és Pékusére rászállom magam, akkor előtte azért illene befejeznem. Az a Varázshegy, ami hát nem tudom olyan tempóban falni, mint mondjuk az előző két könyvet, mert azért az sokkal nehezebben olvashatja magát. De be kell fejeznem, mert azért nem hagy nyugodni, hogy még ott van egy pár elolvasatlan lap. Nagyon szeretek kertben olvasni egy nyugágyban délután, mondjuk 3 és 5 között. Erre az állapotra szerintem az utóbbi 20 évben egyáltalán nem került sor, tehát ez mint egy ilyen nagy vágyálom és egy ilyen idilli kép megvan a fejemben. Mostanában én is bekerültem abba a táborba, akik így lefekvés előtt a beájulásig, ami tényleg 5 perc, tudok olvasni. Ennél fogva rászoktam az utóbbi időben a novellákra például, amik pont ilyen, tehát egy történet még megvan a beájulás előtt. Az olvasás miért fontos? Mert óriási teret nyert mostanában a kép, mint olyan, ami egyfelől nagyon jó. De azért azt a képet, ami a te fejedben áll össze egy irodalmi mű olvasása közben, az semmi nem pótolhatja. Tehát az, hogy az embernek a fantáziája tudjon... Ezt még halljátok? Tehát, hogy az embernek a fantáziája és a kreativitása az valamilyen szinten megmaradjon, ahhoz muszáj az, hogy ő maga hozza létre azokat a képeket, amik a betűkből a fejébe kerülnek, ne pedig készen kapja.